they gleam, they're for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams shine, they're yours, they're mine, and yours. Főkész a támad első csőt. Na, hankoljunk akkor megint. Az életben a legjobb dolgok ingyen van. Lehet, de sajnos ingyen sör még mindig nincs. Még mindig nem jó live. Még mindig valami nem oké. Jó Istenem! És az én netem lenne szar, vagy mi a franc van? Ben van még valaki Discordon? Bence, ben vagy még? Ben vagy. Hallasz? Nem megy ki hálózat. Hallok. Megy a live-on most? Egyáltalán? Nálam megy. Nálad megy, jó van. Akkor nem tudom, mit hazudik a izé, nem tudom, mit hazudik itt nekem a OBS. Clinical trial lot 23, Dr. Suchong. Client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects to space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch and throw faster moving object. Problem not with plasmid. Problem with reaction time. Suchong just get new idea for plasmid. Hát itt most a plazmin, a telekinézést én ezt most izé van, ezt most nem. Nem akarom kicserélni. Istenem, most válasszak. Jó. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Jó. Telekinézis lecseréne izére a franc enné meg. Nem jól cserétem le a probléma. Meg kell semmisítsem ezt a szart, mert nem akartam is semmisítsem. Fegyverőszert is találtam. Ja, valaki bejött.
ami mozog. Gyere, bassza, gyere! Tudom, hogy benn vagy. Speedy hacker, jó van. Tenenbaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny imagination. Content to sit there with the tanks of Adam tweaking and optimizing. I need to create. Adam is a canvas of a genetic modification. But the plasmids are the paint. Don't you disrespect me! Az jó, jól esett. Én itt felrobbantottam erősen. Ó, oh, nem sok maradt belőle a szegény képből. Mondjuk a fizikai játék tengelyek ki mindig idegesítő. Tehát, hogy rálépek egyes tárgyakra, és így beleakad, és teljes mértékben a másik kezdve repülni, mint kellene. Viszont a zene az egyszerűen hihetetlen. Igen, oda nem tudok bemenni, de oda most visszamegyünk. Itt volt. Maci mikroszkóp jó van. Nem, most itt egyre más nincsen. Na, ez tiszta. Viszont van egy kamera, ami ennyire nem szerencsés neki. Kirülni, mert másképp nem tudok sem bánni vele. Ebbe a kütyübe. Az a baj, ezekkel a... Ó, de talán a fiszkály így kell hozzá. Ó, oh, tudom, mi kell ide. Megnehezítettem a helyzetemet. Semmit nem ér sajnos. Na jó.
Čekaj, uvadit ćemo dok smo šefaju tu tukit sedni. Što me njehovo pojede? Oj, oj. Borro. No jeszcze tu kiedyś będziesz. Sypki jest szło. Nie wiem, że mi będzie to pomeratki, nie jest tam medio, kiedy nie jest tam obsługi, jakby wyruszył już teraz. Jde. Oj, oj. Asi hod bývám. Volně. No jo, kubíš se fale. Existuje ještě Simon Korok, který kresíš, kdo je za kdo kdo mezi úrosy bývat, kdo zašel, kdo byl tady fale, už fůj, úros. Kde je ty chybný? Van egyáltalán itt még bármi, amit tudunk itt szedni, vagy valamit még itt. Próbáltam segíteni, néha elkövetek hibát. Köszönöm. Köszönöm, volt elég a kilakórommal, mert úgy döntöttem, hogy nem szabadok. Jó, hát akkor úgy néz ki, hogy ez az alsó szint, ezzel így ezzel gyakorlatilag ez ki... Oké, na. Az a baj a rakétával, hogy ezt most nem tudom elintézni sajnos. Aj, a fele vinnél! Nem kellett volna azt az elektromost, hogy kikapcsoljam. A legközelebb lecseréltek valamit a játékban, ne, a, ne az elektromost utcot cseréltek be. Segít. Ez egy meghúrt bácsi. Jó van. A telekinézis ez egy jó tét akkor. Combatomics. Nagyon jó. Wrenchnek az ilyet növeli meg. Aha. Ez túl sokat nem segít, de... Discord bugott, még, mert egyszer kérje, hogy élőzöl egyszer, nem. Figyelj, hagyd a felébe, ma szerintem egyébként ma ilyen minden. Ma semmi nem igazán akar működni. Se nem jelez, se... Nem tudom, miért tartszok. Hogy? Én vacakol az egeremnek a izé középségei gombja. Éve. Ó, várjunk csak electric bug? Az lehet, hogy segít majd nekem egyébként. Na, francia, meg... Nem megsemmisíteni akartam, csak izé csak elterelni a figyelmét, de hát...
mindegy, van egy új szépünk, amit föl tudunk törni. Jajjaj, nem, már nem jó, már elcsesztünk. Na még egyszer. Start. Ez így már jó, ez így jó. Ez így még jobb, igen. Oda nem tudunk elmenni, akkor ezt ide lehúzzuk, az úgy jó. Ez így ide. És vége is meg is van. Szétkeszedjem az egeremet, és megint ki kell takarítsam a belsét, mert ezek szerint ez most nem igazán akar jól működni. A kapcsológombot ilyenkor ki kell, hogy takarítsam, mert beporosodik, és az érzékelő gyakorlatilag elkezd nem érzékelni. Hát sajnos abban nem tudok segíteni, viszont abban tényleg nem tudok segíteni, arra úgy. Még egy gyűrűt, gyere. Nem? Nyert. Kioktat egy izét egy orvos éppenséggel, arról mesélte ez a hölgy. Különböző kísérleteket végezésekor a hölgyben mindig kioktatta a különböző hibáit. 92. Szerintem én izét fogok köszönni benne. Köszönjük ide. Mi kell még? Buck? Hát jó. Ez jöhet. Ez is fölrobbant. Ó, a fene vinnie, már egy darab sem maradt itt meg. Hát autóhack volt kész, most nem szarozunk. Autóhackkel fölhackkeltük ezt a készüléket. Na, gyakorlatilag az egészet bejártuk. Valami kimaradt, mert valahogy úgy érzem, hogy nem teljesen fejeztük be ezt a részt. Mit kell így csinálni? Vissza alulra? Na, mindjárt kiderül. Ó, gépfegyver.
ősszel. Oké, és hol kell mennünk? Jövj vissza oda. Jaj, tudom, ahova kell menni. Nem is azt hiszem, tudom, hogy hova kell menni. A csombi azt mondja, hamar lemegy a meccs, PUBG-ben már 40 percet túlja. Hát persze, hát ez hamar. Ó, hát nehogy azt hogy hamar az nem 4 óra, meg 20 perc. Hát ezek nem úgy működnek. Figyelj, én is most picit, icipicit játszok ezzel a játékkal, aztán szerintem utána lassan bedobom én is a törő között, mert én csak egy picit akartam még játszani. Közben megint kaptam egy üzenetet, amit gyorsan megnézem. Jaj, azt mondja, hogy... Mi ez? Aha, fasza! Akkor itt az üzenet? Ja, negyed órája. Csak közben izéltem, visszaválasztottam egy fontos üzenetre. Jó van, most azon gondolkodom, hogy merre menjek tovább, hogy mi az, amit kihagytam. Valami kimaradt egyébként, az biztos. Hány lövetőző a pisztolyt, csezd meg! Itt már jártam, ezt már végigjártam. Azt mondtam, hogy merre kell menni, vajon csak azt mondja, hogy... Elmenjek itt balra? Vagy elmenjek jobbra? Atlas has informed the some of aesthetic idols in the search of aha. Tehát Dr. Steinmannnek a helyét kéne megtalálni. Jó, és akkor oda, tehát itt jobbra el kéne menjek. Ja, innen jövünk, igen. Várjunk csak így. És itt balra. Jaj, ez már kinyílt. Ez így, ez már nyitva is volt. Tehát, hogy oda bemegyek, igen. Tehát vissza kell menjek felülre? Akkor menjünk vissza felülre. Kicsit meg vagyok kavarodva, megmondom őszintén. Igen, és akkor hova menjek? Belerobbant az arcomba. Ó, hagyjuk, menj meg békén. Na, ezt már megbeszéltük. Igen, és akkor itt. Ja nem jó irányba megyek. Merre kell menjek? Azt mondja, várj, mert itt volt az előbb. Úgyhogy abba az irányba menjek. Tehát itt, és akkor vissza el balra. Eternal Flame felé. Ezek szerint. Igen, itt vagyok az Eternal Flame-nél. Tehát itt ma jártam. Kamera is működik, meg minden. Mert idehoz vissza, ebbe a részbe. Ez itt fel van döntve. Ezt itt jobban nem tudom használni. Mert ugye ezt keresem itt.
Igen, és itt lemegyek, akkor izé van, akkor oda visszamegyek. Itt mi van? Miért mutat itt egy másik arcot? Az előbb itt volt még egy arc, ez fura. Ja nem, ott van. Hú, meg vagyok kavarodva. Na ebből is látszik, hogy régen játszottam a játékot. Igen, és akkor hova kell menjek? Igen, itt le. Itt le kell menjek. Ott van egy ilyen kislányfej. Azt a kislányfejet akarom leellenőrizni. Igen. Lejöttem ide, és akkor be egyenesen. Megint a mászkálgatnak ilyen ökrök. Igen. Ahogy azt fel elnyomtam. Lést. És akkor elvileg ide be bal. Jó, emlékszem már rá. Yes, uncivil, ungodly, unclothed of it! Ezt is kiindultam már. Now, Pian Cilok, the emergency access platform can only be reached with a special key. Atlas has informed me that the Steiner has a key. Aesthetic ideals and surgical work of the emergency access? Igen. Akkor elfelejtettem volna fölvenni az ét, fölvenni a kulcsot. Nem kizárt. Supply. Supply, ezt van bejárt. Igen. Ez a cure all, a surgery. Innen jövünk, hát akkor megyünk vissza a surgery-re. Azt mondta, hogy az esztétik ideálba. Ez a krematórium, oda nem megyünk. Funeral services, surgery. Itt van, surgical events. Ezt kerestem. Azért mondom, megvagyottam egy kicsit kavarodva. With genetic modifications, beauty is no longer a goal or even a virtue. It is a moral obligation. Do we force the healthy to live the contagious? Do we mix the criminal with the law abiding? Then why are the plain allowed to mingle with the fair? No, biztos. Menjünk akkor tovább. Some law that says we must. Two arms, two legs, two ears, two breasts. I'm not finished! Not finished! You'll have to find some way to get through to surgery and Steinman. Chin up now. The Lord hates a quitter. Oh my guy. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here. If only you could get your hands on some of them bombs he's tossing. Things like that could help you turn the tables or clear a path. Hey, get it. Goodbye, yeah? Na, mi van? Dubálj-e? Gyere! Ne dubálj! Ez az. Megbeszéltük. Én nyertem. Mikor lesz szórójáték ezen kívül? Nem tudom! Figyelj, ez is egy úgy jött ez a dolog, ez a Bioshock is, hogy kedvet kaptam hozzá. Aztán úgy döntöttem, hogy végigjátszom előtt, és akkor utána fogom online bemutatni, hogy ne legyen spoilerezés. Mert így most már tudom, hogy mi történik, tudom a sztorit, tudom mindent a játékról, és így tudom úgy élvezni, hogy attól ne féljek, hogy valaki esetleg leszpoilerezi nekem a történetet.
És milyen horrorgémet tudsz mesélni, légy szíves? Mit szeretnél játszatni velem? Ami esetleg el is fut az én számomra. Na mesélj, akkor milyen horror játékra gondoltál? Ó, szegény néni. Today I had lunch with the goddess Steinman, she said. I'm here to free you from the tyranny of the commonplace. I'm here to show you a new kind of beauty. Egy újfajta szépség. What do you mean, goddess? Symmetry, dear Steinman. It's time we did something about symmetry. Úristen. Istenem, Istenem, szegény emberek, akik itt voltak. Cry of fear. Nekem az üdémlik egyébként. Nevét no, goddess! He'll ruin everything! Get him! Have your harpies! Tear him to bits! Ah, igen. És most meghokkoljuk. Most oda lőttük. Be, és akkor oda még egy ilyet úgy. Várj, megnézem ezt a Cry of Fear-t, egy pillanatot. Csak megnézem azt, hogy ez az a játék, amire én gondolok, vagy sem. Várja. Mert erről hallottam. Azt tudom, hogy izé van. Ja, ez egy szabadon elérhető játék. Ja, igen, emléksz. Ja, ezt tudom melyik. Igen, ezzel elkezdtem játszani, de... meglátjuk majd még. Jó? Ez olyan fajta, mint inkább ilyen délutáni időszakban, mert... próbál nagyon félelmetes lenni, de inkább alapvetően... Oh, shit. Electricity. Nagyon jó. Elektromosságot közvetítek ki magamból, amikor eltalálnak. Az mondjuk nem egy szar dolog. A Cry of Fear az annyit kell tudni róla egyébként, hogy ez azért készült a régi Half-Life egynek az engine-jéből. Egy kis mellékes érdekesség tud pluszba ilyen információ. Fújni, és akkor most megfújjuk. Nem, ezt ide így be. Na, akkor ebből mit tudunk kihozni? Ezt tudjuk kihozni, jó királyság. Igen, hát igen, nem is horror. Hát, figyelj! Biosok vagy pedig azért a Cry of Fear-re gondolsz most. Na, a biosok az kevésbé horror, inkább ilyen izé történet. Inkább egy ilyen szétesett város történet. Aphrodite is walking the halls, shimmering like a scalpel. Steinman, she called. Steinman, I have what you're looking for. Just open your eyes, and when I see her, she cuts me into a thousand beautiful pieces.
És talán kezdett egy kicsit megörülni, tehát így. Úgy hallom. Na jó van. Menjünk akkor Steinman után. With this one, Aphrodite, she won't stay still. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That was too fat. This was too tall. This was too symmetrical. And now, what's this goddess? An intruder. He's ugly. 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 Ó, fölöttem a bebaszt. Ezt elcsisztük. Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb. Gyere közelebb. Ne, ne, közelebb, 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 közelebb. Look in the mirror! Look in the mirror! Get it, was it? Get it. Nem mész le, gyere vissza. Ah!
Kempinski, hiya. Head back to emergency access. I'm working my way to the backside of Port Neptune myself. We'll get there soon enough. Looks terrific, Dr. Steinman. Doctor? You know, looking at it now, I didn't realize how much your face sags. Scalpel? Excuse me? Scalpel. Doctor, she's not booked for a facelift. Let's just come in here and... Doctor, stop cutting. Doctor, stop cutting. Get me the chief of surgery. Get me the chief of surgery now! Jeszcze zamki, a te ręce sobie przyjmę. Ładny, to kiedy też. Ju, kofo. No, kuto ktoś tam na koni. Yeah, I did the same actually. I had in mind that I should play this, and yes, this is why I'm playing it right again. I actually played it two once, so I'm already in the safe zone that I'm not being spoiled. I can't be spoiled, I mean, the story. So, I'm already aware what will happen. Which my friends playing the first two high school, but I never actually played it. Well! I bought it from Kinguin, and I bought the series. I would suggest that you do the same, because that's the cheapest. And it gives you the full collection. Well, I have two as well. One, two, and infinite. Thank you. Yes, yes, good choice. I actually bought through the series the full collection for infinite. So I have everything. Every DLC or whatever you would like to have. Hát most 10-ből nem, 44-ből nem költünk. Azt a Dr. Steinman halló. Sounds like another tunnel collapse. Welcome to Rapture, the world's fastest growing pilot joke. The Adam lock and drink. Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, at least. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte, do not hurt her. Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the Gulu. Cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls to turn them into that, didn't you? Listen to me, Boyle. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for 10 pounds of Frankenstein? Here! There is another one. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Oké, szóval most kell döntést hozzak, hogy most megmentem, vagy mit csinál vele. No! 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 No!
You saved me. The path of the righteous is not always easy, yes. The reward will become clear in time. Be patient. Tenenbaum's playing you for a trap. Those things may look like wee little girls, but looks don't make it so. You need all the atom you can get to survive. If you cross paths with another of them Gatherer's Garden machines, make sure you pick up a new plasmid or two. That's if the price ain't too dear, of course. In the garden we are growing. Many changes will be flowing. If you wanna be amazing, see the flowers we are raising. Ah, én megmentettem speciál. Én nem fogom őket bántani, a gyerekeket. Not only are those little girls veritable atom factories, they're nearly indestructible. They regenerate any wounded flesh with stem versions of the dead cell. But their relationship with the implanted slugs is symbiotic. If you harvest the slug, the host will die. So you see, it's not like killing, Tenenbaum said. It's more like removing a terminal patient from life support. Hát én kicsikét másképp látom. Ha egyszer az edemet bevezették, health already full. Bocsánat. Na mit tudunk? Enrage, Armored Shell, Eve Link, Health Upgrade, vagy Eve Upgrade. Az Enrage az egy vicces dolog. Ez tetszik egyébként, ez nem egy rossz dolog. Között a live, mert itt az időszámítszín bugos, mert nem bugos, csak azért, mert izé van, mert ugye pár szóra kellett indítsam. Tehát egyébként a live az 6 óra, 7 óra fele, valahogy így. Eve upgrade, maximum Eve, Eve link. Hmm, 80-an van. Nem tudom, hogy az Enrage az kell-e nekem. Én inkább az Eve-linket használom, az Armored-t. És akkor a 40-et meg meghagyjuk. Később izélünk. Jobb ez így. Hát kiderül, hogy jól döntöttem el. Van egy töltény. Igen, a stimmel a 48 perc, pontosabban most a 49. Yeah, Kempinski, nice one. I was fooled for a moment. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our... Oh, okay! Any leak is a bad. Report any unexplained... I wasn't paying attention who wrote it, so... You're ready now. It's time to take on one of them big daddies. It won't be easy, but it's the only way to get the little sister and the atom they carry. This will be hard as fuck. Whoa, shit! Megy a Steam? Nem megy a Steam? Ellenőrzöm.
Oh, we need Scavenge. Okay, so I sometimes am confused because the bitrate is being shown as not having the stream, so... Nem tudom, hogy megy-e néha a stream, meg néha nem megy. Oké. Éppen most jelezték nekem, hogy a Messenger is éppen bedobta a törő között. Hogy most... most mehetek föl, jó, oké. Guys, do you see anything? Srácok, megy még a stream egyébként? A Twitch onnapján úgy van, hogy mintha menne. Nézzük csak. Ellenőrzöm a Steamet, mert valami nagyon nem stimmel. Jézusom, ki ez a Slash Papi? Úristen. 5 nézőm van. Akkora izé szarozik most megint. Aha. Jó, megint vacakol nekem az OBS-em, és nem értem pontosan miért. De most jó. Jó van, OBS. OBS dashboardja néha megbolondul. Jó van, ezt most már jó tudni. Had to reload my OBS dashboard because it stopped working. Gyere, Big Daddy. És ő nyert. Most már csak egy lövés és megöltem. Mondd, hogy itt van a kis angyalod. Itt van. Nézd már, Joker! Time for a nap, sweet angel. Úgy. Are you almost back to emergency access? Come through as soon as you get there. You got Ryan's eye now. You won't hear them coming, but it'll be there before you know it. Visszamegyek viszont Daisyhoz, a... Most nem tudok visszamenni... Nem tudok visszamenni. Nem kide be tudok most menni? Elvileg ez most... zsír! Jaj, minden jöttem? Tényleg a Daisyból jöttem minden... ez az, ezt kerestem. Tökéletes. Na.
Health upgrade, Eve upgrade, vagy pedig vegyem meg az Enrage-et. Szerintem az Eve upgrade-et az jobban járok. Istenem! What's the matter, Mary? You look like you could use a boost. I don't feel so good. Hihetetlen. I'm dizzy, I'm nauseous. This is not some damned flophouse! Come here now! Just stop wasting my time, you horrid monster! Before you know it, you'll be... I'm opening you up! I don't want to hurt you! Rossz pillanatban izéltottam a mindenféle hülye tárgyakban, és fölkapta izét a kamerának a pozíciót. Security alert deactivated. Thank you for your patience. I don't know how you managed it, but you did. Come through to Port Neptune now. I'm looking forward to shaking your hand. Na jó, hát akkor ez a rész itt letudva. Két kislány megmentve, cuccokat felszedtem. Királyság. Menjünk tovább. Neptune's Bounty. Maszi bácsi már megért, hogy megjön, azt ahhoz képest be se nézett. Jaj. Jaj. Ha, Csempész. Szerintem én nem szeretik a cseppészet. Now you had the pleasure of Andrew Ryan's company. He's the one who built this place. And he's the one who ran it into the ground. Nobody knows exactly what happened. Maybe he went mad. Maybe the power got to him. Maybe he just decided he didn't like people. Whichever way you slice it, good men died. My family's in a submarine hidden in the foundation of Fontaine Fisheries. I'll meet you there. Ez az. Na, most akkor lehet válogatni, hogy mit akarok. Elektroboltot. A telekinézis szerintem az egyik leghaszontalanabb cucc, úgyhogy nekem mindenképpen az elektrobolta van szükségem. Nem rossz cucc, csak az, hogy egy esetben ezt használtam a szélókat. Ezt meghakkoljuk. Inkább a sörétest választom. Végül mindig meccsezek? Valószínűleg igen. De, ez normális dolog egyébként.
Aj, már jönnek ezek a dögök. Bence, hát komolyan, tehát most ez miért baj, hogy ők annyit játszanak? Hát ez teljesen jó, ha jól érzik magukat, a legjobb dolog. Figyelj, hát... Hadd játszanak. Ja, téged is mindig nyagasson az ember, hogy ma mi játszom annyi időt? Ja, miért fura? Miért lenne ez fura? Nincs azban semmi fura. Hát hadd menjenek, hát hadd játszanak. Az lehet közben Csomi meg be is dobtam a törő között, az lehet, hogy ma alszik. Kedves jó barátom is most már elment aludni egyébként. Maszi bácsi se jött, de hát figyelj, ezek ilyenek, mindenkinek megvan a saját dolga, mindenkinek megvan a saját élete. Hát csinálják. Oh, fuck. Hát én most látom, hogy fognak kiállni, hogy akkor fejezettek. Nem furom, hogy én nem tudnék ennyit PUBG-zni. Hát figyelj, valaki azt szereti. Valaki imádja a PUBG-t. Érted? Te meg gondolom más játékot szeretsz, hát ez ilyen egyszerű. Valakinek ez jön be, valakinek az jön be. Mindenki más szeret. Az rossz ötlet volt. Ennyit a védekezéstől. Úgy, hogyha Steam-en veszik egy játékot és letöltöm, akkor újra követnem? Nem, semmi ilyesmi nincsen mögötte. Ha Steam-en megveszel egy játékot, akkor ez belekerül az izétbe a játéklistádba, és azt, hogy a számítógépet ezt letöltöd, az teljesen izés. Annyi számítógépedről lekerül, de attól még a te személyes fiókodban az benne marad. Na várjunk, Evelink, azt nem. Hacker's Delight, azt nem. Slightly More, nem. Egyedül ezt nem.
Bence már itt hiányolt. Ah, látom, hallottam. Itt vagyunk, csak ott a cég a játéknak, meg a dobok. Malus, Malur, nem is egy, aztán régen nem is lett meg a meg. Rögtön három. Nekem konkrétan a Twitch vacakol, jó barátom írta, hogy a izé, a Messenger is lehat. Igen, hát talán nem volt még gond, Titi. Érdekes. Na jó, próbálj meg ezt a bácsit is kilőni. Jó, így néz ki a bácsi. Ez egyik igen, meg két fajta van. Big Daddy, a furófejes, meg van ez a fajta. Csak kell vegyed megint bakot. Ez kell, igen. Nincs folyta. Ízzem. Csak ezt tudom, hogy ez a sörítés ez eléggé rendesen leszűgy az élet erejét, tehát ezzel tudom amplítani elég csúnyán. Norbi, mondj egy számot. Ütítom, megkérdeztem. Tippeld meg, hogy szeptemberig, mai naptól fogva szeptemberig, hány szabad hétvégén lesz? Mondj egy számot. Hát téged ismerve, meg hogy mennyire nincsen szabadságod, mert ugye most a jelenlegi helyzet miatt, hogy mennyire megszívtad, meg hogy hogyan van. Én ha úgy tippelem, meg közül bejön, addig depózézom. Én kettőt mondanék maximum. Hát négy. Nyertem. Nyertél? Mennyit mondtál? Hármat. Hármat? Áh, francia volt. De nem jó egy, az sem, mert négy. Tudom. Hát azért az de mindig... De utána jót utáltam, utána mondtam, hogy négy. De ez várja, ez amikor hétvégén kell menni dolgozni. Tehát ez... Akkor egy fasság egyébként, majd elnézést így mondom. Mert ez az. Nem, pont már néztem össze, hogy melyik a szabad hétvégén, vagy hogy már na, bocsánat. Nem, közbejárok majd a világot. Ezt merre kell majd menni országon belül egyébként? Persze. Első ad majd szexád lesz. Aha. A vasárnap. Akkor lesz. Eger, Gyöngyös, Budapest. Kiskunhalas, Bácsalmás. Uh-huh. Almás? Bácsalmás. Almás? És szerintem, ugye ahol lakok, az is. Mondjuk ott nem utazók, hanem itt van leszek, ilyen is lesz, de... Lesz közte olyannak, amikor hétköznap. Tehát... Lesz olyan, hogy... Kéntek a húzunk, és hétfőn. Nem is egy ilyen hét. Azon gondolkodtam, hogy fogom lecsúsztatni ezeket a napokat, de nincs is idő lecsúsztatni. Hát figyelj, akkor megvan egyszerűen a válasz. Nem tudok. Kérjétek, tudom, pénzt a főnök. Hát aha. Igen, azt kéne egyébként kompenzálni. Valahogy kompenzálni kell, tehát nem lehet. Nem mindegy, hát egyébként szeretem meg, nem csak a munka, mert egy kicsit ugye elszomorodtam, hogy... Hát így a kertek annyi, meg ugye a többinek. Igen, tehát ez a... Amúgy csak eztél volna vele semmit, hogy még egy indok arra nem csinál semmit. De muszáj lett volna őt járni. Muszáj lett volna. Jó, hát van még mit csinálni, mert kihívom a komát, hogy elnyírja az egészet. Egy füvet tudok kérni meg. Azzal nincs gond. Bár most ugye a hétfő szerdáig fogok, csak a hétfő szerdáig fogok. Köszönöm a kérdést a kérdésre. But are you really a friend to us? Regardless, kezdve, a little one brings you a gift. Most még el is fogalt a héten. A múlt héten is. Hát csomagjuk, én nagyon sajnálom, hogy ez most így alakult nálad.
Hát van még Szabim, még maradt. Majd ki fogok tenni, meg fogok túsztatni. Mikor lehet. Még le akarom cserélni a téli gumit is nyárira. Megmentettem egy kislányt. Nem énekel. Jó hipnotizálás, az jöhet viszont. Cry out for Big Daddy's help. Make him think you're a little sister. Watch as he fights to protect you. Androidon mi az a map, ami ilyen visszamaradott fájlokat tesz a telefon? Milyen visszamaradott? Vagy mire gondolsz? Hát mit tudom én, nem törölt el az egészet, és akkor a maradékot elrakja egy ilyen külön mappába. Ideiglenes fájlokra gondolsz? Nem, hanem van olyan, ami ilyen kis, valamilyen bone bin, vagy valami hasonló mappa, vagy... TMP-re gondolsz, nem? Vagy nem? Nem. Hát most tényleg nem tudom. Külön mappácska, nem tudom mi az. Aha. Hát ez most fejben nincs meg. Akkor beszélgetősbe. Úgyhogy ennyi, tehát nálunk csak ez kicsit úgy elszomorított, de már jövőre úgy lesz egy munkám, úgyhogy... Hát és úgy fogom csinálni, hogy... nem, ez nem kell. Steam infót átállítom izére, just chatting, így. Most már egy estére így, most már én is egy kicsit lazítok. Baszik bácsi azt mondta, hogy majd jön. Azóta is. Ez az hát. Szokásos. Szokásos, nem meglepő. Várj, a kamera close-up így. Nem baj, azon egyszer csak beesik még ő is. Jaj. Most ilyen esti tévéműsor Norbival oldalsó nézetben. Hogy néz ki ez a live? Hú, de csúnya így, várjál, föl kéne kapcsolni a felső villany, de előbb le kell engedjem a redőnyt. Jövök azonnal, várjak, azt viszont megcsinálom. Még a logmappában se látok semmi ilyesmit. Törölhetnék. Mondtak, hogy valami mappát törölnék, de már elfelejtem, melyik mappa volt. Nagyon gyors vagyok, hogy magamat látom elhaladni az előtt. Mi itt van fény? Ja, úgyhogy teljesen jó. Jaj, de dagadt vagyok, basszuskó, csak ezért streamen. Hát... Mi jó, hogy csak ő mondta? Csombi rámondta, hogy izé van. Hát, akkor igazam van, mi? Azért mondtam be, hogy te mi, hogy ő mondta. Olyan vagy, Iti. Csak poénkodtam. Nem. Én is. Tényleg lehetnék egyébként kicsit vékonyabb, vagy kicsit testalkatosabb. Én is. Gyerünk futni. Szoktam, itthon szoktam tornázni egyébként aktívan. Hát figyelj, most egész jól nézek ki ahhoz képest, hogy kinéztem mondjuk egy pár hete.
Tehát én azóta kicsikét úgy összettem egy icipicit magam, de majd igen, majd aktívan eljárok tornázni, meg ilyesmi, csak... Aj, az én most szokás szerint futni, biciklizni, csak ugye most itt ez a hülye tábor, aztán leszívek a gyerek az energiámat. Hát ez ilyen egyébként, ez ilyen. Azt hittem már. He. Csombi, ez még viccnek is rossz volt, most ne haragudj, ezt most tudom, én kérek elnézést Ütitől. Ritkán szoktam elnézést kérni, ugye? De nem, tehát ez úgy minden szempontból egy kicsit erős volt. Hát lát, tanította őket, olvasott nekik. Nem olvastam nekik, én akartam magamnak olvasni egy könyvet. Erre mit csinálnak? Oda jönnek pofázni, meg le akartak önteni a könyvemet vízzel, meg baszogattak valami pusztálakkal. Ja, Istenem. Ilyenkor el kellett volna vinni ütia, vidd el magaddal a Marstól a... Mit szoktál olvasni azt a... A tőkét, de azt elkezdenék olvasni, az olyan száraz, hú. Hát az akkor sokáig nem lesz ott. 16-an azért megnézték azt a kis hülyeséget, mint feltöltöttem. Micsodát töltöttek? Ja, azt én is néztem. Walking Simulator 2020. Ez ilyen poén játék egyébként. Meg is mutatom egyébként, nem. Ja nem jó, mert 60 FPS-re nem fog tudni menni most így live-on, mert az a baj, hogy csak 30 FPS-re tudtam fölvenni, mert 60 FPS valamiért nem bírja a felvő, tehát az OBS nem tudta lekezelni. De ja, ez vicces volt egyébként. Nem. Mi ez? Hello. Itt vagyok. Ja, ugye a játékban szólt. Ó, csezd meg. Jó, oké, pillanatban megkavart a dolog, mondom, mi történt. Nézzünk híreket. Biztos. Nem akarsz a híreket nézni, szerintem. Jut itt el vagy a soros. Digi kapott egy nagy büntetést, 100 millió forintos büntetést, akkor várjál. Na megint? Vadászgépt. Azt mondja, hogy... Milyen vadászgép? Mi van? Lezuhant egy amerikai vadászgép, meghalt a pilóta. Ja, az nem érdekel az amerikai, azt a magyar. Szóval meghalt egy 33 éves nő ukrajnai ultramaratonon. 11 óra keresés után találtam egy 40 fokos hőségben összeeső nőt. Hát igen, az úgy erős volt biztos neki. Emlék a fizikai kondícióban nincsen baj egyébként. Tehát fogtam például azért. Pénteken Norikát elhoztam. Azt akkor Norika, gyere menjünk be a zöldségeshez. Azt akkor elhoztam egy féldinnyét, ami 10 kilós volt a féldinnye. Úgyhogy az ölembe kellett elhozni, mert az acskó ugye nem volt nálam, csak olyan az acskó, amit a zöldséges adott. Még pluszban ugye vettem zöldséget, meg egyéb dolgokat, tudod, mert hát azért kellenek friss zöldségek itthonra. Meg gyümölcsöt is vettem, útére ma este még gyümölcsöt akartam enni, ezt még lehet veszek egy gyomát. Hát én is voltam, tegnap. Na és akkor az volt a baj, hogy azt onnan el kellett hazavigyem, attól a zöldségestől. Most mindjárt megnézem, hogy ez kb. Milyen távolság. De azt, tehát az ölembe kellett így fogjam a dinnyét, és akkor úgy kellett menjenek vele. Tehát közben meg a jobb kezemben azért a karomonit rajta, a sok egyéb cucc. Na, mindjárt meg is nézem, várjál csak azt mondja, hogy lemérjük ezt a távolságot, erre most kíváncsiak. Én is kaptam annyi zét, annyi gyümölcsöt tegnap. Oké, mondjam a címedet közben, nem, hogy aztán elfelejtsed. Igen, és akkor azt mondom, hogy... Igen, csak nem így, hanem így. Tehát ez így gyalog, azt mondja, hogy... Hát figyelj, ha jól látom, ez ilyen szűk 2 kilométer. Az nem sok. Mozog el. Hogy megy el? Ott megy el, hát nem ott mentem el. Hát ilyen 1,5-2 kilométer, ja, kb. 1,5-2 kilométer között volt. Ja. De hát érted, most 10 kilóval jött azért, az nem egy vicces dolog, az ember általában emelgetni szokta a 10 kilót, meg a 20 kilót, meg az ilyeneket, nem pedig az ölébe hordani. Szóval azért ez nem volt annyira vicces dolog. Nem baj az. Csombi, kis izé, kis játék, még egy kis levezető foci. Tényleg csak ilyen lazítós foci. Vagy chase-zünk inkább egy picikét még? Lőni se tud. Jaj, hagyjad már szegény. Rajzoljunk inkább. Rajzolhatunk is. Akkor ezt megint. Nem tudok semmit. Tessék, Üti, mit mondta, nem értettem. Azt mondtam, hogy nem hülyeség. Mert arra most már van eszem.
Neked? Jaj, hagyjad már! Egy szintig vicces, amiket mondasz, de azért egy szint után már nem annyira vicces. Nem, most Csomit ugye miért szivatom jobban, mint alapvetően? Ez nem szivatás, ez bunkóság. Tehát szivatás az megint más. Mindegy, Csomi szerintem most érti el az okát. Még mi történt? Mit rontottatok-e? Én semmit. Á, nem, te nem. Üti berugott annyi, tehát... Én? Mikor? Mikor nem. Igen, mikor nem. És ő volt mielőtt, amikor ő nem tud beszélni, ez az egyik. A második, hogy igazából... Mesélj, Csombi! Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Soros György. Mi csináltál tegnap? Na, gyertek! Egymás szivatása a helyett, meg szórakoztatása a helyett, inkább gyertek szépen befelé, aztán mindjárt a szemizére. Akkor is. Jó, megittam egy üvegbort, kész, ennyi. Wow, az nem semmi. Hát, nem is akartam annyit kérni. TV kamera small, így, ahogy. De nem voltam berúgva, meg semmilyen. Néha kell azt, hogy az ember nyomjon edesztet az életében. Néha egy kicsit túlpörgi ezeket a dolgokat. Én abban is szoktam. És olyankor néha jól esik egy deszet. A rest az... Ne, volt egy... Tehát meghívtak egy ilyen bográcsozásra, és akkor... Én soha nem szoktam minden, amikor ilyen van, mert hogy én általában kocsival vagyok, de most kivételesen elvittek kocsival, úgyhogy hát akkor muszáj volt. Hát illetve inni lehetett, nem volt muszáj, de ittam. Egy pohárral akartam inni. Üveg lett belőle. És kiöntötték nekem az egész üveget, tehát mire észrevettem, mondom, remélem félig van az üveg, igen, aztán látom, teleöntötte és utlíj ki az egész. Ó, egy pohár kivételével az egészet én ittam meg. De én látszik. Nem, de nem ma volt üti, ez tegnap. Nem baj, én is látszik. Jaj, hagyjad ma abba, Istenem. Na, jó van, elindítottam a izét, Scribble-t átállítottam, mehet? Mert akkor jön, most tartod. Tőlem mehet. Jó van. Akkor kezdjük. Na, üti kezd. Üti kezdjünk. Award. Üti kezd. Jó, ez jó. Azt mondja, hogy... Mi az a pöttyő? Ez nem is találkozoltad, hanem az én idő volt. Hát, nem hasonlít. Nem érdekel. Megint a személyeskedés. Ebből ki tudod találni? Nem, csak ő is tippelt egy szót, mert én is tippeltem egy bogártípust. Egy C betűvel kezdődő bogártípust, és O-ba folytatódik. Így már tudom, Csé. Hát ebből a csótányból rá nem jöttem volna. Épp ezt mondom én is, és baromi nem mozsolít. Meg lehetett volna másképp is rajzolni, de jó, egye fene. Elnézzük. Na, nézzük akkor. Üti, hagyd már abba. Olyan vagy, mint egy kis óvodás. Komolyan. Hát eddig nem túlságosan egyértelmű. De elég érdekes, Csombi. Én vágom, hogy körülbelül mit akarsz ebből kihozni, de... Hát most nem azt akartam, de most akkor így fogom. Jaj, tudom már! Egyébként itt volt az a kis pötty, meg a nagy pötty.
Kitty ezt nem tudja kitalálni. Nem. Ezt miért nem? Ha nem nagyító, akkor mi a faszom? Hát nem nagyító, hanem mit csinál? Kispőd bele nagy, ott van, minusz O. Ja, nagyító. Jó, látom. Ez egy nagyító, ott a kispöttyből, ott a te nagypötty. Anyád! Ha! Egy Joker volt az a gülye... Nyugi! Rájött ez a lényeg. Betettem egy kis nem az... lazító zenét. Gyorsabb volt a szar billentyűzet miatt. Gyerünk, Csombi! Rá fogsz tudni jönni. Ha nem vér, akkor micsoda? Mi az, ami vérzik? Köszvény. Aranyér. Na nézzük. Ó, ezt élvezni fogjátok. Ezt élvezni fogjátok. Azt tudni. Akkor kezdjük így. Mi a stabilizál? Na, Bence egyből. Csombi is kitalálta. Már csak üti maradt hátra. Hát ő ilyen nem szokott játszani vele, úgyhogy... Ugye, hasonlított, most... Pence, hasonlított. Nem mondom, hogy tökéletes, de hasonlít. Rájöttél, nem kész, ennyi. Mindig szoktam mondani, hogy mindig engem el akar támadni valaki. Igen. Ja, hogy ennyi. Ütin kívül. Jó, most már rá... Először mondom Creeper. Nem, de az nem jó. De mégis jó. Helyez nektek, látjátok? Ezt mondjátok meg. Jézusom! Nem Robin Hood. Majdnem. Jó Isten. Jaj, jobban le kéne kerekíteni. És felülnézeti, elég fura felülnézet, nem baj. Aztán ez azt egy tehén, vagy mi ez? Nem, mindjárt kiderül. A színeknek gondolom jelentősége van, ugye ütéli rajzolja, tehát a színeknek biztos, hogy jelentősége van. Tudom. Igen. És jó lett egyébként, tényleg hasonlít. Teljes jó, és a színeknek, na, én azt a jobb felét, azt nem sárga van, én a szürkével rajzoltam volna, de ennyi. Miért nem sárga az csőzőre? Nem, neki nem, neki egy kicsit másabb a színe, igen, neki nem. Csombi sárít, jó van. Jó, hát ha nem mondta volna a csőrt, akkor is kitaláltam. Igen, én direkt nem mondtam azt, hogy ízi van, hogy... Létrafarkú sajttevő egér. Igen. Majdnem. Egy emlős. És kacsás. Kacsacső. Jó, mondjuk kicsit törvetes lett, mert mondom, nagyon ez a Phineas és Ferbös kis kacsacsőrű emlős maradt a szemem előtt. Majd türkiszkékkel rajzoltam. Direkt nem mondtam, hogy csőr egyébként. Direkt nem mondtam, hogy nem csőr. Nem, van neki is pontja. Csombi, az nem, befestre, az ki fog menni. Még ott húz. Ja, oké, akkor ez nem. Televíziló. Hát ez valami... Jaj, tudom. Szállap, az meg. Be se tudtam fejezni. Hát ez erről szól. Ez erről szól, Csombi, ez erről de szól. De jó rajzoltam, és megerőztem Ütit. És nem lájkolt Üti, úgyhogy... Elfelejtette. Nem piros lájkolt, igen. Jézusom. Tudom mi ez.
Igen. Igen, az. Már üti már vágja, úgyhogy Csombi már csak rajtad áll, vagy bukik a dolog. Csombi, ilyen fagyit egyen, légy szíves. Ez nem fagy, én teláruk, de édes, az biztos. De Csombi fagyit mondott rá, úgyhogy fagyi. Tubarózsa, nem, ez édes. Azaz. Na, de nem rózsaszín, csak a puncsos. Pincses? Én vagyok. Hát, nem mondom, hogy jobb ötletem nem volt. Na nézzük. Ez egy tevékenység, amit elárulok. Teszten papírt. Ha nem lapozol, akkor mit csinálsz vele? Ne, tépem. Nem. Egyszerűbb. Mit csinálsz te, mint vizsgabiztos? Mit kell csinálni papírokkal? Aláírom. Nem. Fogod és meg... fordítod, basszus. Igen. Nem tudtam jobbat kitalálni, mert az a baj, hogy ennél csak bonyolultabbak voltak. Nagyon rosszak voltak nekem is elő. Kész. Nem azért. Eddig jó. Ja, bazd meg. A szürkével kellett volna kezdjed, baszod. Nem baj. Tehát van egy ember, aki pisil, és... Az egy autó! Jó, az autó? Igen. Utol megy sárgát az autó. Sárgát húgyozik. Utol megy, világít. Mi van előtted, amit sárgát összehúgyoznál, és talán esetleg eltűnne az úton? Hobbad meg! Na, bocsánat. És mindenki fel is mondja, te nem. Azért nem volt egyszerű, tegyük hozzá. Jobban nagy, gyorsan rajzolok most, hogy telefonon vagyok. Ahhoz képest jó lett egyébként. Miért meg elfelejteném, tessék? Én meg tőlem kapsz egy ilyet, tessék. Fúj. Na és most várunk, melyik lesz. Várj, mert picit, maradjál, ezt tudom, mi akar lenni. Ez meg. Kezdtem tippelgetni az országokat. Olaszország. Jó, tippelgettem sorra. Na Bence, de ne oda ír... Oh, na, végre Bence nem sajt. Írtam, csak oda az esp. De ne, az mióta esp? Mióta Portugália, mióta esp? Az eszpanyol, én, te. Lököd. Én azt futattam. Igen, Portugália. De ne azt írd oda, mert félrevezető. Aj, te. Miért? Ne írj oda semmit, mindenki tudta, hogy melyik országot. Ez a félrevezetett csak az embert. Jaj! Haszomat már gyorsabb vagy. Ütinek van ilyen? Hozzád baszom! Konkrétan erre ezt tudom mondani. Mi van? Ütinek van ilyen, Orbi. Jó, de szét van szerelve. Te! Bence! Láttál te már zongorát valaha az életben?
nem. Nem. Tehát nem bántásból, csak nem hasonlított, maradjunk. Hogy majd mindjárt lerajzom neked az ongorát, előbb lerajzom itt a dolgot. Na, így néz ki egy zongora, így. Stimmeltek, hogy voltak izék, de itt közötte, tudod, vannak ezek a kis részek, tudod, a félhangjegyek, tudod, így. Tehát így. Este így néz ki egy zongora. De várjál, nem, most hagyjál már békén, csak jól sem akartam rajzolni, mondom, hogy mire beütitek, addigra izé van. Szóljál, ütetem az entert. Ütheted az entert? Tehát látod, tehát ugye a fél hangokat kell jelölni, tehát ez... Na, még egyet akkor, ez háromkörös volt. Utolsó. Utolsó? Jó, akkor maradunk, akkor három. Háromkörös jó lesz egyébként? Jó lesz. Akkor hadd szóljon! Aztán úgyis alszunk. Így van, éjfél van. Na, hadd üti! Most tudod, most megáldalak. Nem, mert így is már... Én is megáldottam. Így megáldottam, tessék. Ez. Figyelj, te szoktad csinálni, én visszakapott. Pész, pész, tehát ott van. Nem értök rá, jó, akkor segítek itt. Gomba. Na várj, ezt most innen... Nem tudom leírni! Ó, bazd meg! Bassam meg! Háromszor írtam le, hogy... Fénékül. Így már tudom. Így már tudom. A gombából jön kifelé egyébként... Bence hitelelő. Havazik a gomba. Éppen. Igen, amikor havazik a gomba, az micsoda? Miket köpköd ki magából? Így írtam, de nem egyszer. Háromszor írtam, hogy sóra. Azt gondolom, tudod, hogy kb. 10 másodperc különbsége volt az a leírásod. És ez 100 font különbség minimum. 125. Ja. Nem baj, Csomi. Még behozhatod simán. Hát úgy, Bence, hogy tanultad az iskolába, vagy tanultatok ezért környezeti ismeretben ilyeneket? Gombas púráját nem felismerni. Ne, figyelj, nem ismeri a szót. Tehát tényleg, de hát nem ismeri a spórát. Akkor elmondja ezt. Az a lényege neki, Bence, hogy a gombák kis úgynevezett spórákat dobálnak ki saját magukból, úgy szaporodnak. Megtapadnak a különböző felületeken, és ott elkezdenek gyökeret verni. Gyökértem ezt, szádeja, mondjuk. Hát gyökér, na igen, tehát... ezt tudom mi. Gombafonalak hálózatát. Igen, gombafonalak hálózatát, tehát szétterjed az adott felületen. Én már értem, hogy miért raktad egymás mellé a két fát. Igen, azért raktam. Igen. Tehát összekapcsolódnak általában más növényekkel, mit tudom én, fűfélékkel, hegyővel. Hegyes gombafajták izét, például megtámadják a hangyákat és zombi hangyákat csinálnak belőle. Na. Ja, az tényleg így van egyébként, ez nagyon durva a cucc, megnéztem. Van olyan darázs, ami valamelyik fajta hangyának ilyen rohadt nagy hangya, a fejébe fészkel, mármint, hogy abba teszi le a petéit. Igen. Igen, akkor és átveszi az irányítást az izé fölött. Az nem, azt megeszi. Azt megeszi. És durva, de nekem a... Na írjátok. Várjál. Jó, most megint nem mondod, hogy te ebből kitaláltad. Uh-huh. Csak megint rosszul írtam, de háromszor. Esküszöm, most nekem még lövésem sincs, hogy mi a francelt ez. Biztos találkoztál már ilyennel. Pisztoly alakú farokkal? Hát nem valószínű. Hát nem mindig farokra gondol. Biztos találkoztatok ilyennel. Guzi vagy? De jaj. Pazd meg.
Nem az, tehát milyen biztos, hogy örökenek nincsen keze például. A kéz nélküli biztonsági őr. Na. És vezet. Hogy kapja el a tolvajt? Utána fut, csak láb nélkül. De eddig keze nem volt. Baszom az, hogy gyorsabbak vagytok. Be sem tudtam fejezni utolsó sort, mert igazából elfelejtettem, hogy itt több izé van bábúban. Igen, én számoltam félre, jó. De egyből rájöttetek, hogy miről van szó, kész, gyorsan ment. Azt mondja, hogy... Jézusom. Össze egy jászóra gondoltam. Már faszom a... Hát valami fa a vége. Pisi fa. Pernő a fa. Ha nem van azért. Bázd meg. Bázd meg! Már nézést. Ezt az iszonyatásos baromságot, ezt most kikapcsoljuk, ezt a zenét. Ez faszomság, elnézést. Na így jó. Ezt tudom, hogy nálad mindennek van jelentősége. Vagy ennek az ívnek. Jaj! Majdnem az. Nem fogas. Hogy a picsába hívják ezt a civil nevében? Mi ennek a faszomnak a civil neve? Ezeköti még erre is rájön. Most én leszek utolsó, hogyha így megy tovább. De... Mi van? Ha színeket használsz, akkor még akár azt mondom, hogy még jó is az. Igen, csak jaj, bazd meg! Istenem! Az hogy? Csombi, hányos volt a te biológiában? Nem tudom, valami ilyen... Ez már ezt akartam. Igen, tehát ez a két baszott nagy cicit oda rajzolsz, ez a cicifa esetleg. Ez Robin Hood. Hoodhoz képest... Rövid a Hood, az rövid. Igen, az rövid. Csak az Hood. A Robin az jó lenne. Piros pacsi, vagy... Piros kocka, rajta egy... Lila... Rózsaszín kinyit kockával. Nem, és várj! Rózsaszín. Jaj! A hülye angol reflexek bennem, bazd meg. Ja, kösz! Hát nem tudom, hogy nem úgy néz ki így hirtelen nézve. Peppe. Majdnem, csak nem. E a vége, mint elállok. Jó, hát ezt nem tűnt. Ilyen alatt Pati nem tudtam nézni. Röf-röf. Köszönöm kicsatom. Most gyorsan meg kell fejteni. Ini.
így kell lerajzolni, és egyből tudjátok, hogy miről van szó. Majdnem kilépett. Ne lépjél ki, Jutti, mert most végre utolsó vagy. Mi jaj, a fenét csinál? Fru néz minket, és itt írja be közben ezért a chatbe a dolgokat, tök rögöm. Vonalak, azt mondja, vonalak. Tök jó. Fru, te is bejöhetnél játszani. Utolsó körrel szerintem a felesleg. Hát de hát indítunk egy újat Bencével, hát most na. Ez... Nem áll! Miből? Na, hogy mi? Ezt nem tudom, hogy találtak ki, ezt még ide rakom, tehát hogy... mindenhol van ilyen. Ó, bassz meg! Ugye, most már mindenhol van katonai sátor is, tehát azt nem szabad elfelejteni. Kórház! Ezt próbálom rajzolni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Megelőlegezem. Jó, nem rajzolom tovább. Ennyi? Nyalóka. Ennyi, ez ennyi, kitaláltátok. Megvan. Akartam rajzolni egy embert, hogy éppen nyalja. Biztos, hogy nyalókáról beszélünk még mindig? Én arról. Igen, már lehet az ember. Nekem is az ember, bassza meg! Ez mi az? Egy darab tudok gondolni. De ha az, és az bazd meg. Úristen. Érdekes volna azon lenne Csombi, tehát egyután öt jön rögtön. Jó, most már kitalálhatja Norbi. Fogalmam sincs. Tippem. De hogy nem, minden terméken van. Bazd meg. De... Oh, Bence, beszélünk kell majd arról, hogy hogy néz ki egy vonalkód, jó? Zongora vonalkód! Na. Hú, nem hallottuk pont, mit mondott, szegény. Igen. Milyen szép! De szép szíved van ott, Csombi! A formája fontos. Na, csak rejtetek. Fominak nagyon szép szíve van ott. Már nem van. Harmadik lettem! És Bence ki is lépett felébe. Bence rage quittelt, hogyha lehet így fogalmazni. Na, Fru, ha még nézel minket, te mi jössz bejátszni egyet? Csináltam egy szoba. Azt mondta, hogy kihagyja. Kihagy. De most Bence... Minek csináltál külön? Akkor Bence, hát az úgy sem értem, hogy ketten vagyunk. Csak ketten mondjuk úgy nem jó. Ha Fru is jött volna, akkor izé van. Akkor érdekesebb lett volna. Rendben. Jó van. Na jó van nem, akkor. Alszunk, mert már késő van már. Mert nekünk iskola, nincs iskola, tehát... Nekünk kell mondom izé csőszködni. Üti, akkor menjél holnap ma spriccelni, meg lázat mérni. Spriccelni? Ő mondta így. Spriccelni? Miért spriccelni? Ez honnan jött? Mert van, fertőtleníteni kell minden gyerekkel, és vettünk egy két darab teszkós virágspriccelőt. Ez egy kis kézi permettő, és én virágspriccelőnek hívják tudtommal. Akkor azzal kell befújni a kezünket. Közel próbálok valamit. Nézzük.
elő a táblát, nézzük. Mit rajzolsz, Norbi? Nem tudom, most csak úgy próbálkozok így. Soha nem használtam ugye azért a táblát, hogy hogyan reagál. Próbálgatom meg minden. Van egy jó, egyébként jó alkalmazás. Ó, ez ilyen átmenetes lett? Ja, nem, csak érdekes lett. Az ilyen festő alkalmazás egyébként. Hát egyszer ezt ki kéne próbáljam. Hát most csak úgy valami hülyeséget itt csinálgatok. Ez mi lehet, hogy semmi igazából, ez csak úgy magát a színeket próbálgatom, hogy mi az, amit ebből ki lehet hozni. Yeah. Mi az, ami a gimbet ismerem, csak ugye most azt mondom, hogy ezt lenyomom, várj, akkor mi történik? Semmi. Ez előjön, értem. És ezt lenyomom, akkor ez jön elő, azzal de sokat nem megyek. Igazad van, true. Várj, paca. Paca, igen. Pacát, igen, pacát. Egyébként most csak egy pacát rajzoltam, így van. Régen nem rajzoltam már semmit se, tehát hogy ki vagyok jövő gyakorlatból. Csak úgy szórakozok vele picikét. Ez egy beleharapott per. A tábla van nagyon-nagyon régen, nem csináltam már semmit. Azért tudok csinálni egyébként dolgokat, például a kaligráfiát az Inkscape-vel. Csináltak egy jó szobát, meg kiléptem. Én is kiléptem. Inkscape. Meg kérdem, ha tanulnom ezt a táblát használni, még sose fogom megtanulni, hogy kell ezt jól használni. Kézzel. Ha segíteni tud. De szép fehér. Na és akkor a kedvencemet. 30-15. Az így jó, ez így jó. Na nézzük. Úgy elég elizik a kaligráfiát, már te jövő, hogy úristen. Kéne most a minta, hogy hogyan izéljem. Azt mindenségét elégen csináltam már, ezt te jövő. Eső lesz, kit úgy látom. Kit rúgja ki ezért a stílusért? Eső lesz, úgy látom. Nem szél? Nem, bőg a szamár. Eső. Várja, így? Várja, hogy tudom de hogy tudom viszintesre forgatni? Jaj, csak mindenképpen beforgatja, tehát nem tudom viszintesre rakni. Minden mit csak megfogja. Igen, mert nekem azt kéne, hogy úgy tudjak dolgozni vele, mint azért van, hogy most ezt át kell állítsam ugye 0 fokra. Akkor az hogyan néz ki? Várjál, 0 foknál. Ez úgy függőleges. Nekem azt kell, hogy berakom 90 fokra. És akkor felrajzolom azért a... Az a rossz, hogy nem látom a végét azért a fejnek. Úgy, és akkor ugye ehhez tudok mintát rakni. Várj, hogy is volt az? Ja, várj, 40 fokra berakom vissza. 35 legyen. És akkor azt mondom, hogy várj, 4-es volt, vagy 3-as volt? Nem is emlékszem már. Annyira rossz, mert a kis táblán, ugye, kis táblát ugye a kezembe fogom, mert ugye itt van a kezembe, és akkor ahhoz képes fogok valam mozgatni ezt az egészet. Aha. So, I'm just trying to do calligraphy actually to Inkscape. It's real hard because I need to use this and I can't see what I'm doing. Szóval lényeg az, hogy úgy kell kaligráfiát csináljak, hogy közben nem látom, hogy pontosan mit csinálok. Azért úgy nem annyira királyeség.
Na én viszont elköszönök, mert én már nem látok mit csinálni. Na, ezek a szóval. Üti, ezt nem értettük. Semmit nem értettünk belőle. Szerintem én is, mert mindjárt alszom. Jól van, na, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát mindenkinek, szép álmokat, szép napot holnap. Sziasztok. Jó éjszakát. Szia, Fru. Szia, Bence. Szia, Norbi. Halió, jó pihenést. Én még mindig azt mondom, hogy ez a legjobb. A valódi kaligrafikus tinta meg a kaligrafikustól. Nem rossz ez se egyébként, csak ehhez kaligráfét én akkor csinálnék, hogy olyan táblám lenne, ahol látom is, hogy pontosan mit csinálok, mert ezzel így nem lehet nagyon dolgozni. Ja. Na, közben mivel tudok még kicsit szórakozni? Visszatérünk, would you like to play something? Or should we just talk? Berakom közben addig az ira. A close-upra, légy, te kedves. Nagyon jó. Jó van. Szóval. Fróha már itt, hogy akkor mi van veled? Te is néha bejöhetnél, ezt ne lehetne dumálgatni. Gondolom most benn vagy. Jaj, mit tudnék még mondani ma estére? Június 16-a KED van. Jó, elment az 3 hónap. So not sure. Well, make up your mind. Ja. Nah. lazy boy, lustaság. Tényleg hülye vagyok, hát fejből rajzoltam le a creepert, azt hallod, nekem itt van egy creeperem. Tessék, itt egy creeper. Hülye voltam, mert rá kellett volna nézzek. De majdnem jól rajzoltam egyébként. Kis legók. Hát ez most már ilyen este felé vagyunk. Ugye ilyen elgondolkodtatós, lazítós, pihenős időszak. Fru is csöndben, Maszek bácsi feljött, de nem jön, nem látja. Well, we can also play Scribble if you would like to. De tényleg egyébként meg is nézek az agar.io-t, azt mostában nem is játszottam. Lehet egy kis agar.io-t betolunk, mindjárt meg is nézem. Mostában nem is foglalkoztam ezzel. Ha még működik. Nézzük. Fú, micsoda izé lett belőle, azt a mindenségét. Skinek. Tudok saját skin csinálni. Azt a mindenségét. Create. Upgrade account to izé. Kezdtek, nem tudnak. Hát, akkor túl jó a fületekbe. Jó van. Well, what do you think about agar.io? .io, sorry. Most éppen ezt nézem. Itt már nagyon régen voltam. Party mode, empty slot, fú. Hát ez már nem az a szimpla kis játék, ami régen volt. Nagyon régen játszottam. Mostában egyébként a Nórikával szoktam egyébként játszani ilyet. Van egy másik játék, ami hasonló nevezetű, de mégsem ugyanaz, és ezt szoktuk játszani. Space-re lehet akkor izélni. Most hogy fogom összerakni? Vagy egy idő után összerakódik magától? Fú, F... Ajaj, nem jó, még jobban szétszedtem. Franc, nem jó. Big Team, szedjél, azaz, köszi... megettek, francba, megettek. Régen volt.
Na nézzük még egyszer. Continue. Még egyet. Na most szép lila lettem, tök jó. Hát ma kicsiket nem nagyon bántják, aztán amikor megnősz már egy adott szintre, akkor utána elkezdek fölzobálni. Az a baj, Fru, most nem látom, hogy pontosan mit érsz, hogyha esetleg érsz is valamit, de az most nem látszódik. Náza. Ez aranyos. Ez cuki lett. Ez valakit megrajzolt egyébként a Náza feliratát. Ez teljesen jó lett egyébként. Jó, jó, jó megrajzolta. Chat van, chat nincs, mi? Nem lehet chatelni. Francba. Pedig azért beültem volna egy üzenetbe. Szép lett az izé, szép lett a dizájn. Nekem nagyon tetszett. Én megmondom őszintén, én például ezt a játékot sokkal jobban szeretem, mint a Sidereiót, tehát a girisztását. Hatvankilencedik vagyok, hahaha. Á, megettek. Mindjárt meg is nézem azért a... Ez nem érdekel, hanem hogy hogyan kell irányítani Gift. A Space az megvan. Igen. Graphics Retina, Graphics High. A Retina az maradhat. Europe. Azt nem kérjük, köszönjük. Köszi, show must no colors, no skin, no names, dark themes, keep stats, jó, az... Oké, okay, és akkor azt nem tudom, hogy mivel lehet irányítani, mert viszont tényleg nem tudom. Mindegy. Észak-kora be akart kerepezni. You don't sound like the shy type. These flunkies, as you call them, are but extensions of me. Here goes. Concentrating all his energy. Oh. Kaptam egy kis kiegészítést, teljesen jó. 101. vagyok, úristen, hányan vannak ezen a szerveren? Nincsen ennél jobb egyébként, kis éjszakai lazítás. Elő kéne egyébként megint vegyem a művészi képességemet. Mostanában nem tudom, mit csináltam, nem alkottam semmit, csak művészit. Alkotni egyébként mindig jó, nagyon kellemes tud lenni. What's the plan? Actually, I'm just... Oh, fuck me! I was playing this game for 15 minutes by now. Forgot to... Don't laugh! Gyere partiba! Jó van. Béna vagyok! Jaj, már Bence már hívd be az agár.io-ba, jó? Jó, megyek be, várja. Jaj Isten, parti! Hát Bence, ez nem igazán akar működni. Lehet, hogy az én live-om miatt, de ez valamiért istenek se akar működni. Már ezt még egyszer betöltem. Okay, ez még mindig connecting. Tehát ez nem tudom, hogy mit csinálsz, de valami nem stimmel. Te, én küldjek? Jó. Azt mondok, hogy küldjek. Jó. Akkor küldök egy új meghívót. Jó. Egyefene Creating Party parancsolj.
Ez most nekem is akar menni, mi a franc? Elrontottad egy játékot! Várj picikét, még egyszer betöltöm az egészet. Fene van. Az elbit játszottam, hogy minden most nem akar működni. Na most jó. Create, copy. Jó, beteszem neked Discordban. Bizony kaptam egy Cségó meghívót. Mikor kaptam én ezt? 0:27-kor. Hát én köszönöm szépen, most én nem élek ezzel a lehetőséggel. Most connecting. Jó, most még egyszer. Ez valami nagyon nem akar menni. De ez így nagyon, nagyon nem, és nem tudom miért nem. Betöltöm újra. Nem, én mindig connectingnél jár. Ez a múlt is dolog, ez nem igazán akar működni, úgy veszem észre. Ez a party, ez úgy nem megy. Tehát nem értem miért, de nem megy. Na jó, egyelőre most tudok egy kicsit egyedül, azt akkor utána majd meglátjuk. Ó, valaki el... ne szedd össze, mocsok, enyém. Á, franc, beszed, megettek. Bence, te is inkább, ebben benn vagyok bejoinolt, vagy nem, akkor mindegy. Hát figyelj, nem tudok mit csinálni, mert ez látod, tehát megnyomok egy join. Joining party, nézd meg, betudom. Elkezdi betölteni, és connecting. És most itt áll. És mi a francot tudjak csinálni ezzel? Ez a bajom. Ez a bajom! Nem reagál. Semmit nem csinál. Fogalmam sincs, hogy mi a baj ennek. Jaj. Közben megnézem, Fru mit írt esetleg. Broken here as well. Yeah, it doesn't work. Á, mindegy. Akkor Scribble. Nem Scribble, izé a Slither. Az is régen volt már, slither.io. Na, ezt is már régen játszottuk. Amúgy csicsel néz ki. Nagyon régen játszottam már ezzel a játékkal is. Igazából is felejtettem, azt tudom, hogy nem szabad másnak neki menni. Tehát egymást kell kerülgetni. Á, kis mocsok, meghagyhattad volna nekem. Fú, mekkora nagy dög volt, azt a mindenségét. Mocsok, de egy mocsadék! Körbevett kis szemét. Igen, sok user mindig azt hiszi, hogy igazából az a trükk, hogy neki kell menni a másiknak, holott nem az a trükk. Az a trükk az, hogy bekerítsd a másikat, hogy a másik neked menjen.
te mész neki, másiknak vesztettél. Tehát itt pont az a cél, hogy ne te menjél neki a másiknak. Ja, Isten, Isten. Ó, az megölte magát a kis bolond. Na, milyen hosszú vagyok? 233 hosszú vagyok? Az egész kelemes. Na, nézzük. Szia! Nagy kirisztek körül most egy kicsikét eltűnök. Nézzük csak, így. Úgy, úgy. Na kíváncsiak, most csak 301-nél egész kellemes egyébként így a méret. Közben egyébként gondolkodom, hogy miről tudnánk még ma este beszélni, csak az a baj, hogy a cseten nem nagyon látom ugye az aktivitást, aztán így nehéz most így kitalálni olyan témákat, amiket érdekelne mindenkit. A mai nap ugye kivégeztük már a... Krunker.io-ra menj. Biztos én azt akarom? Mert az is, hogy már... Nem tudom hány óra live azok, eléggé hosszú live volt ez a mai. Szerintem 6 óra felekeztem el, és ma éjfél is elmond több, mint... 6 órát live-oztam. Na, bekerítsük a kis zöldet, megpróbáljuk. Ó, ezt elkapjuk. Ez az, zsír. Csak egyszer, tök jó game. Na, majd megnézzük, jó? Most csak 434-nél. Jaj, de cuki, kis mosoly van annak a kütyűnek. De drága. Á, francba. Na, akkor fölmegyünk. Mi ez? Azt mondja... Krunker.io, legyen Krum. Valami baromság, basszus kulcs. Kitiltalak. Mi ez? Jaj, komoly. Én most nem akarok itt beregisztrálni meg minden. Küldjek, hogy meghívott, hogy bemegyek, de én nem fogok beregisztrálni, meg semmi nem fogok itt csinálni. Webes alapú izé FPS-es lövöldözős játék, basszus kulcs, beszarok. Isten. Gyors volt. Na, Bence, küldesz meg hívót, vagy mi lesz? Ja nem, hát ha azt akarod, hogy beregisztek, felejtsd el, tehát azért most én nem fogok. Azért, hogy most veled egyszer akarok játszani, akkor én ezt nem fogom izélni. Nem fog beregisztrálni. De most figyelj, most szúr, nem, felejtsük el. Inkább elindítuk egy kis Rocket League-et, még egy kis levezetésképpen, egy kis edzéssel, vagy valamivel. Nem, bocsi, nem. Tehát így nem. Nem. Komolytalan. Nyomunk egy kis Rocket League-et. Jó lesz ez nekem. Nem nézem meg, aranyos vagy, de nem nézem meg. Nem, elég volt most már egy ebből. Már fáradt is vagyok. Eleget játszottunk. Még egy kicsikét edzek, meg egy picikét szórakozok még egy izével a Rocket League-et, de aztán ennyi utána be is fejezem mára. Rocket League. Ezt még akkor ajánlod fel, amikor... Jaj, várj, a full screen-t ezt kiszedjük. Na. Nézzük, ezt nyomunk egy kis tréninget. De viszont akkor szerintem én a... hagyományos izét hozom el majd az... Ó, nem át, is kezditek? Komoly. Most indítsa meg újra. Nem baj, nyomok egy kis tréninget, azt akkor utána újból elvittem el elejétől kezdve. Tehát egy picit játszottam. Régen nem játszottam egyébként.
tudod, ilyen levezetős, beszélgetős, ilyen esti live még így. Így levezetésképpen. Ez vége volt. Tényleg, ha megkeresett az a srác, akivel egyszer játszottam, Tamon nevezetű gyerek. Aztán mondta, beszélgettünk egyébként, hogy mondta, hogy ugye edzésem minden. Akkor fölajánlja, hogy segít meg ilyesmi, mondom, oké, tök jó. Beszéltünk, és akkor elmondta, hogy oké, segít, de akkor óránként 10 euró. És hogy azért nem egy kicsi összeg, de nem is túlságosan nagy, tehát így. De azért a fene vinni azért óránként, ez nekem azért egy elég erős dolog. Főképp, hogy nem is ismerem, nem is tudom azt, hogy pontosan milyen edzéstervet gondol, vagy milyen egyéb dolgokat javasol. És aztán úgy el is engedtem egy kicsit a témát, mert mostanában amúgy sem tudtam játszani a játékkal, mert nem volt túlságosan se kedvem, se türelmem, se időm. Meg erőt azt mondtam, igen. És akkor ma jött az üzenet, hogy akkor most meggondoltam el, hogy akkor most mi lesz. Tehát így én abból indultam ki, hogy ez nem ilyen határidős dolog, hanem az, hogy amikor esetleg kedvem szottyan, akkor majd esetleg igénybe veszem, de azt hittem, most ha ő erre alapozza a jövendőbeli bevételét, nyarit, hát akkor el kell, hogy keserítsem, de ez nem belőlem fogsz sajnos pénzt szerezni, mert azért 10 euró nekem óránként nem egy nagy, nem is kicsi összeg, de egy olyan dologért adja ki, amit egyelőre én nem érzem azt, hogy professzionális edzésre lenne szükségem, mert még egyelőre olyan szinten vagyok, hogy azokat a dolgokat, amiket én gyakorolni szeretném, azt még egyedül is tudom gyakorolni. És ez nem lenézés, vagy bármi, nem egy kritika az ő képességeiről, csak egyszerűen arról szól, hogy tudom azt, hogy miben vagyok rossz, és mi az, amit javítani akarok. Én most is csak úgy pattingatom a labdát, és tehát gyakorlatilag a labda koordinációmat próbálom javítani egy picit egyébként. És ezt egyelőre egyedül is meg tudom tenni. Tehát most én azért fizessek ki 10 eurót, hogy esetleg ugyanezt elmondja nekem. Tehát ez nekem akkor kell, amikor nagyon már egy olyan szintet értem el, ahol tényleg már edzőre van szükségem, mert egyszerűen elértem a saját képességeim határait. Én még messze nem járok itt. Tehát ahhoz, hogy ilyen fizetős szolgáltatást vegyek igénybe, ahhoz én még nem járok. Ahhoz még egyre elég a saját bénaságaimat korrigálni. Tehát így. És mondom, minden tisztelt mozgó az, hogy fölmeri vállalni azt, hogy azért pénzt kérde, és azt, hogy ebből üzletet akad sem, hogy jó játékos, és tényleg, hogyha valamiben jó vagy, azt nem ad ingyen, és ebben igaza is van. Csak én viszont a prioritásaimat ott kell helyezzem, hogy mire szeretnék pénzt kérni, és mire nem. Egyelőre itt még nem érzem azt, hogy erre nekem mindenképpen személyes edzőre lenne szükségem. Én még nem vagyok olyan szinten ebben a játékban. És igazából azért, mert most olyan jól egyébként a labda felvétel, meg a labda cuccok, mert hullafáradt vagyok, és nem aggódom az, hogy most sikerül-e valami vagy sem, hanem csak egyszer játszok. És így azért teljesen másabb. Teljesen másabb, amikor az ember üres fejjel áll neki játéknak, sokkal lazábban tudja játszani egyébként, sokkal nyugisabban. Kicsit hagyja, hogy a véletlenek is befolyásolják, kicsit hagyja azért a latokoordinációt is. Leges legfontosabb a raketik, hogy ne akard játszani annyira a játékot, ne akard mindenképpen dolgokat. Előbb-utóbb is rá fogsz érezni. Hagyni kell egyébként, hogy egy kicsit magától menjenek a dolgok. Táncolni kell ezzel a labdával. Talán ez a legszebb kifejezés, táncolni. Farró elmenetet kérdeztem. Igen, farró elmenetet lehetne még szerintem egyébként kicsit gyakorolni. Most én labdával játszogattam. Így. Na, még egyszer. Azt kéne valahogy rájöjjek, hogy hogy lehet pontosan eljönni a faltól. Tehát, hogy elnézem egyébként ezekben az esetekben úgy kell, hogy így esik, akkor az ember már egyből korrigál.
pontos eljövetel a faltól, az kell még kipróbáljam. Sőt, el kellett egyébként, hogy igazából a labda az abszolút a barátom. És hogy kell tekinteni a játékban a labdára, mint a barátom? Kivel játszol? Kivel együtt hülyeskedsz? És nem egy ellenséges dolognak kéne tekinteni. Egy kicsit be is rakom most a casualt, 2-2-es, az teljesen jó lesz egyébként. Addig rezogjék. Gyorsan ment egyébként ahhoz képest, hogy milyen késő van. Hát igen! Nem a booster felé kéne menni, hanem reagálni a labdára, mert az, hogy én nem tudom elütni, attól még a másik el tudja ütni, és akkor már ugye onnantól kezdve már fújhatjuk az egész helyzetet. Franc, elszámított a helyzet elég most. Hát igen, hogyha a labdakergetővel játszok, akkor nem fog tudni semmit sem csinálni, mert gyakorlatilag kihagy egy csomó helyzetet. Igen, tehát nem értem, hogy miért mászik rá, mert abszolút mértékben nem volt szükséges. Juhú, sikerült egy ügyes izét startot csinálni. Ah, be is tötte. Ah, ezt a mázit. Wow, szép volt. Nézzük, hogy ő van hátul, akkor éljük. Na most mennyire? Ó, jól csináltam. Na franc, elrontottam a magasságot. Azért meglepődött a srác, hogy izé van, hogy én rámentem. Ezt meg én rontottam el, elég csúnya. Á, francba ügyes volt. Még utoljára még hozzá tudott térni. Nem most kezdte a játékot egyébként ez a srác. De nem is tudom, hogy mit keres ezen a szinten, mert ezen a szinten elvileg egy olyan szilvereknek kéne lenni a maximum. Ez pedig bőven izé van, bőven a szilveren túl van. Gyere, haver! Szőtt! De egyébként mindig ugyanazt a taktikát választja, azt veszem észre. Nagyon jó csinálta, srác, ügyes volt. Teljesen jó. Nem engedtük el. Az a kár volt érte. Sáz, ez nagyon izgi van, nagyon rá akart menni a labdára. Igen. Azonban a labdát kergeti, nem jó.
nekem helyezkedik. Sajnos, kár érte. Nem baj. Ami is gyakorló mérkőzések, szóval ez a fütyülünk rá kategória. Ó, haver. Baj. Na, szép volt. Ilyeset csináltad. Úgy, úgy. Ha már elütni a labdát nem tudtam, akkor az jó volt. Ez jó? Ez jó, ez jó, ez jó, ez jó, ez jó. Nincs. Gyerünk. Elhagytam a labdát! Szégyen szemre! Vinni! Egy majd jött! Lássuk! Jó, ezért jó a reflexe egyébként, úgy veszem észre, tehát tényleg tudja, hogy mikor kell fölemelkedni, de most mindjárt megnézem, hogy ezt hogy csinálta, tehát megvárta a repattanást, és akkor egyből már érezte azt, hogy van, hogy akkor ott föl kell menni, és rá is fordult. Nagyon sokat gyakorolt ezt a dolgot egyébként, úgy veszem észre. Szép! Se volt szar. És megint jön a szokásos, belegyújt a srác, tehát ezáltal elrontotta. Sajnos lassú rabda, nem fog odaérni. Bevitte! Nagyon szépen csinálta, ügyes volt. Captain Aflux egyébként nem túlságosan tud sajnos játszani, viszont biztos, hogy nem is nagyon tud érvényesülni a játékban. Nagyon a Rush Level 1000 YouTube nevezetű Smurf account az, aki gyakorlatilag viszi. Erősen Smurf szaga van egyébként. Az úgy jó volt, de most hagyják, hogy kiegyenlítsünk, hogy most mi történik. Sajnálom is egyébként ezt a Captain 3 Aklux-ot, mert igazából ő szeretne játszani, csak egyszerűen nem hagyja a csapattársa. Na, ezt most jól csináltam. Úgyhogy nem nyúlok bele, mert mondom, hát esetleg ő akar valamit csinálni. Gyere! Úgy, úgy! Köszi! Áfát! Ne lögdössé, basszus! Ne lögdössé! Na, gyere! Szép! Én már nem tudtam bemenni. Jó van, nem kell beadni. Valószínűleg egyébként azért fogja majd lezárni a mérkőzést ez a YouTube gyerek. Jó, szép. Bocsi. De jó, úgy, úgy. Ezt már akkor vissza nem tud semmit csikezni. Úgy, úgy, szép, 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 szép. Á, francba! Az hogyan? Az hogyan?
pont. Szegény az akrumzérek nem is tudott izélni. Nem is tudott érvényesülni. 40 kászban, meg 3 centről az ennyi, tehát semmit nem tudott vele csinálni. Széletlen volt egyébként. Játszunk egy rangdót is. És nem vagyok csúszva Silver Red Division 2-re. Azóta olyan jókor játszottam, amikor nagyon izgatott voltam a játék miatt. Na, a DFA stádium. Persona non grata. Kaptam egy The Legend 21-eset, Marcus 980. Jó van, ugye látjuk. Hát, ha vár, szükséges lesz a defendelésedre. Na, szépen, csöztem. Igen, most megint túlságosan akarok játszani, ez a baj. Nem baj, jó, szép próbálkozás volt egyébként. Teljesen rendben volt. Franc! Nem tudtam jól emelni. Ecseztem, nem emeltem meg elég magasra. Aztán halkoztam belőtte. Fenébe ezt elrontottam. Így is jó. Na! De szép volt! Az egy gyönyörű szép próbálkozás volt. Ez nagyon tetszett. Hogy felejtsd el. Úgy. Csecse. Á, franc! Időzítés. Az időzítés. Nagyon fontos lett volna. Hát igen, ez már még jobban, mert ugye ezáltal ugye nem tudtuk kivédeni. Ő is elrontott. Én is elrontottam. Jó van, mindketten bénák vagyunk. De legalább ez a srác csinál egy olyan okosságot, hogy azért, hogy a nem megy a boosterekért egyből. Ah, francba, mi volt ez? De ügyetlen vagyok. Ficsi! Azt hittem, hogy elég lesz ennyi. Hát nem lett elég. Ezt elcsesztem. Na, megállok a kapunál. Hát ebből megint egy csúszás lesz, érzem. Bűzdik nagyon. Köszi! Kedves tőled! Jó nézett ki. Eddig nem nyúlok hozzá. Hát lehet, hogy pedig kellett volna. Lőtt be! Franc. Gyerünk! Szép! Nem ment még be. Ó, picsi! Megkavart! Kirájtam, hogy például a labda az folyamatosan pörög. De nincs egy nyugalmi állapotban soha. Olyan nincs a nyugalmi állapot.
Hogy jöjj! Áh, pics! Nyugi! Ezt vagyok a labdáját. Miért ennyit tudtam kihozni belőle, sajnos? Nem volt több boosterem. Elhasználtam ki a fejemmel. Ez az. Oh, amatőr. Nem áll, de ez annyira lagyba tart. Hagyjad, 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 ne hagyjad, ne hagyjad, francba, ne hagyjad! Á, pics be! Csancba, ezt elrontottam. Úgyhogy vigyed, 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 tiéd, 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 tiéd! Szabad kapu! Á, francba, te is elrondottad. Á, mindegy. Á, bemegy, nem megy bemegy. Hát, ezt már megnyerni nem fogjuk, de keményen közöttünk. Hú, ezt már nem érem el. Á, ezt sérjük már el. Ez sételen volt. Nem, erősek. Két erős játékos, én meg így gyengét kaptam. Tehát azért ez a Markus is ötször ült rá. Persze a Nongráta is elég ügyes. Így. Legend, ahhoz képest, hogy legendnek hívja magát, sajnos nem éppen túlságosan. És most fogjuk riportolni a srácot. Na, kaptam egy ilyen Z-Star-os cuccot. Beszólt, én meg bejelentettem. Így jár. Nem kellett volna beszólni. Nem kell nagyképűnek lenni, és akkor utána ezé van. Ja, Istenem, ennyi az idő. Hajna egy mi? Basszus, na még egy játékot. Nem baj. Hát, vissza tudom szerezni ezért ezt a szilvert. Vagy lecsúszok esetleg még jobban. Majd kiderül. Dungeon Master! Úristen, milyen izételek, te jó ég! Ez kezdésnek jó volt egyébként. Oké. És tényleg igaz, basszus, ezek a srácok, akik ezt a kocsit vezetik, ezek szeretnek csak bele szaladni az iba. Ah, francba, ezt elrontottam! Úgyhogy most szereztem egy kis időt magamnak. Oké, ez ilyen tülekedéses játék lesz, ezt majd érzem. Akkor inkább visszavonok egy picit. Az előző egyébként az jobb játék volt, attól függetlenül koparasztott a srác. Szép volt, szóval csináltam. Ez a baj, sokat vársz vele, aztán elviszik. Ne érj bele mindenképpen, fölösleges. Adni kell néha a labdát.
szép volt. Egy elveszítjük sajnos a lehetőséget. A srácok eléggé van, hogy a izé is a pingje. Az mennyire befolyásolja őt szegényt. Á, érzem egyébként, hogy ide fogok esni Zero Bronze-ra, azt már tudni. Szégyen szemre. Az gyönyörű! Ez egy gyönyörű lövés volt! Ezt nagyon szépen csináltad! Nem mondanám, hogy jó passz volt, mert nem passzolni akartam, az a baj. Ha szándékos lett volna, akkor megköszöntem volna, de nem szándékos volt ez a helyzet. Á, franc. Szerintem meg tudom jobban cselezni. Ebbéháztam! Ez most fölösleges volt. Hú, nagyon gólt akarnak lőni. Nem tudom még, fogalmam sincs, nem, holnap biztos, hogy nem a 100%. Holnap után sem valószínű, de majd kiderül. Ja, ma is sem volt biztos. Gyere! Ó, elrontottad! Én is elrontottam, mert nem így akartam, le akartam menni a labdát. Mert ezt, tényleg ezt még gyakorolnom, hogy megállni a labdával haladás közben. Mentem a Rioét. Jó van, jó éjszakát neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó pihenés, Bence. Szia. Jó ét. Ah, franc! Ez elég itt nagy lendületre jött ez a labda. Középre! Miért nem mentél középre, te bolond? Hát én áztam, de bent az a lényeg. Istenem, de béna vagyok. Végre át tudom menni, mondom, jó, még beviszem a izét, és akkor elfordítom balra, ahelyett jobbra. Tehát ez a... jó. Ó, kiléptek. Swimmering, és kaptam Red Rockot, Burnt Sienna. Na, visszaszereztem, Division 2-be vagyok megint. Á, Istenem. Az egyes mozgás, egyes mozdulatok egyébként nem úgy mennek, mint ahogy én szeretném. És ez az lényeg egyébként a dolognak, hogy tényleg ezért kell a gyakorlás. Kell az, hogy az ember egy kicsikét edzen, külön, saját maga által. A labda koordináció az egyik legeslegfontosabb, meg a helyezkedés. Talán ez a kettő az egyik legfontosabb. Ezt akarom majd a legtöbbet gyakorolni. A levegőben való menettel... Ma az lesz egyébként labda koordináció, meg a helyezkedés. A helyezkedés meg egész jól megy, a labda koordinációra fogok rá koncentrálni egyébként. Ez sokkal fontosabb mindennél. Mert csak utána lehet gondolkodni abban, hogy repkedésben különböző trükközéseket. Hát igen, haver, ezért nem kell.
erős lett. És jó. És ha jó, az egyik minden állunk vigyen a labda. Zics! Azt hittem, hogy le tudod kezelni. Jaj, miért erre számítok, hogy mindig le tudják kezelni? Ilyes volt egyébként, el kell ismerem, hogy ilyes volt. Jó, akkor nem fogok bízni a társamba, de nem fogom akadályozni se. Jaj, francba. Számítani a csapat társamra. De kicsit rossz. Ó, bazd meg, nem áll! Öreg, nem áll! Elmész a boost. Nem jött nekem, de szeretném, ha szintén nekem jött. Sajnos nem jött nekem. Hát én esküszöm, azt hittem, hogy ez a kapufának fog menni. Na, nem baj, majd korrigálom mindjárt. Számításaim szerint egyébként azt mondom, ez le fog menni. De erre pont megfogtan a kapufa szélén is. Bemegy. Szépen. Fenébe. Na ezért kell a labda koordináció. Haver, ez nagyon nem jó tett volt. Ó, oh, basszus kulcs. Ez most én vagyok a hibás. Nem lepődünk meg, hogy a srác kiakadna most lépni ezek után. Most abszolút mentőbb az én hibám volt. Nem baj, megesik. Mégis még van bőven időnk, úgyhogy tudjuk korrigálni. Az első jéget meg tudjuk törni, akkor mondantól közben minden ember lesz. De az azt kell, hogy a srác kevesebbet akarjon érvényesülni. Na, a franc! Meg azt, hogy én eltaláljam a labdákat, és nem bénázzam el. Igen! Jó, jártunk egy kis időt. De miért nem a labdára mész el, öreg? Ott hagyod a labdát gurulni. Miért hagyod ott a labdát gurulni? Ez jó. Nehéz időzíteni, hogyha ízé van, hogyha így csinálod. Szétjátszanak minket, basszus. Nem, most már nem, és a végigcsinálom. És a 4-0, tehát ez itt már fölösleges. Nem lépünk ki. Helyezkedik. Tehát itt jön elő az, hogy nem helyezkedik jól. Állandóan labda körül izeg mozog. Ahelyett, hogy inkább a helyezkedéssel próbálna ezt korrigálni ezeket a dolgokat. Na, ez az. Így. Annyira a labda fókusza van neki, tehát csak a labdát látjuk, hogy van mi érdekben. Nem figyel a csapattársára, nem figyel sem másra. Nehéz egyébként. Fölöslegesen belelövi itt magát. Ebben volt egy adag mázi, de nagyon jól nézett ki egyébként. Azért a szokásos klasszikus, azért fölrepülünk már, hogy milyen fasz a gyerekek vagyunk, azért az benne van. Nem jó játékos egyébként sajnos a srác. Megint! Elmegy a izéra, elmegy a boosteré, de hogy minek. Ne a boosterre foglalkozz, öreg a képzőlelésnek, hanem a izére foglalkozza. Labdával foglalkozz. Nem jó. Igen, megint. Ez
egyértelmű volt, az a baj nem megy vissza. Onnan tudom, hogy nem megy vissza, izé van, kikapunk. Tehát, mert én elrepültem ugye a labdától, mert ugye ő nem volt képes ezt koordinálni. Ő ahelyett, hogy visszament volna, mire visszaér, addigra már régenség ott a kapuba volt. Ennyi. Helyezkedése rossz. Egyes dolgokat egész ügyes már egyébként, de a helyezkedése nagyon-nagyon-nagyon rossz. Ott is, tehát nem egy... Ez most nem tudom mi volt, mert ez abszolút minden nem rajta múlott. Ez a mindenképpen be akarom vinni a labdát, nem, hagyjuk el a francba. De sárga meg, íze a... narancssárga csapat megcsinálta helyett, amit kellett, tehát így... Több a... az a baj, ez is látsz, úgy van vele, mint én voltam, hogy több a mázim, mint az esze, az a baj. Rárontani tudja a labdát. Nem tudtam megemelni, ez a baj. Még emelt egyet rajta, ez nem szemből jött a srác, nem helyezkedett vissza. Nem csak szaladt utána, én még már nem tudtam megemelni a labdát. Hát hozzá is ért még egyébként, 6-3. Sajnos, sajnos ez ilyen. És megint nyomja ezerre, és meg most rá fog rontani a labdára, de ezért nem szabad. Sosem szabad két embernek rárontani. Kettes játékosnál sosem szabad rárontani szépen kettőnek a labdára. Istenem. Nem a labdát figyeli. Nagyon rosszul játszik, iszonyatosan rosszul játszik. Nem figyeli a csapattársát, tehát arrébb lökött a fenébe. Meg ide fog csúszni a fenébe. Na mindegy, ez van. Ez van. Itt árnyikál, nem visszamegy, beáll, beblokkol elém. Persze, hogy bekapjuk a gólt. De na, hogy bekapjuk a gólt. Ott fog. Szörnyen játszik a csapattársam, szörnyen. Megint ezerre nyomja, megint nem egy boosterért, figyeld meg. Hol van? Persze, hogy a boosternél van, hát hol máshol lenne? Katasztrófa volt, na. Persze, hogy megint elcsúsztam. Division 1 vissza. Division 2, Division 1, Division 2, Division 1. Életben nem fog kikerülni a Silverből. Úristen, életben nem fog kikerülni. De hiába vagyok én, hiába lehetek én baromi erős. El kell érjem a gyémánt szintet, basszus kucs, szint, klasszik, tehát izéből szintbe, képességi szintbe ahhoz, hogy ki tudjak mászni ebből a hülye Silverből. Ez meg! Ne a boosterekkel foglalkozz! Megint egy olyan mondat fogtunk ki, akik mindenképpen hozzá akarnak a labdához érni, minden körülmények között. Egyáltalán. Vigyél! Ah, Isten. Jó. Ebből bronz lesz. Ebből olyan csúnya bronz lesz, mint annak rendje.
emelni. Össze sajnos. Azt hittem meg volt, tantottam. Tűnj be még egyszer, nem tűnj be még egyszer. Akkor nem tudtam kihozni. És balfasz voltam. Igen, ez várható volt sajnos. Nehem, no, dehogy is! 3 perc, 23 másodpercig, 2-0, nem fog kilépni, azt most felejtsd el. Azt most felejtsd el. Ne a boosterhez mennyi öreg, hanem ha tanulj meg helyezkedni. Kibaszott fejhallgatómnak az a kurva izéja. Állnak be akkor a székembe, és ez nagyon idegesít. Be is kíséri a labdát. Nem tudom, mit magyaráz, azt mondja, hogy én mire várok. Hát én mire várok? Rád várok, baszott. Meg az, hogy helyezkedjél. Ez most megint mi volt? Tehát így, mire várni? Erre várok. Ennek semmi értem, hogy össze-vissza rúgdosod a labdát. Tehát nem is tudok pozíciót keresni, hol hozzá tudnék nyúlni a labdához, ahhoz, hogy normálisan be tudjak várni és lőni. Tehát az, hogy most néha el tudok kapni egy repülőt, az egy dolog, de semmi passz nincsen, állandóan csak rárugod a labdát, semmi logika, csak passzogatod. Tessék, ott van benne a lehetőség, tessék vele élni. Ott volt a lehetőség, nem értél vele ennyi. Igen, ez a lepattona, ez mindig macera. Istenereg! Ezért nem kell rámászni a labdára. Ne fog csúszni bronzra, az már szeszik. Most mi volt ott a logika, öreg? Nem értem. És mit akartál csinálni? Most az idő az abszolút mert velünk játszik, úgyhogy innentől kezdve a vége.
Ezen a színen aztán ennek sok értelme volt. Ennyi. Istenem, nagyon gyengi játékos volt, akivel meg én játszottam együtt. Hát még nem csúsztam le, de le fogunk csúszni. Fenébe! Ez nagyon gyenge volt ez a játékos, ez iszonyatosan gyenge volt. Labdavezetés, meg a lövéseknek a pontossága, ezt kell még gyakoroljam egyébként. Ökör. Ez mi volt? Istenem, idióta. Nézzük, mit akodsz. Te is az a típus, hogy aki az a én. Á, jó lesz. Érzem előre. Szívesen csinálta. Utolsó másodperc még hozzáért. Mindjárt meg is nézzük, hogy hol rontottam el. Igen. Igen. Élvezz a bont. Hogy itt mit akar csinálni, srác. És neki ment a izének, aztán így. Ha beállsz a kapuba, akkor védjél. Ha nem állsz be a kapuba, akkor mozogjál. De valamit csináljál, haver. Nem a labdát figyeled. Nem a labdát figyeled egyetlen. Then it's true.
Úristen, Isten! Mit picsát csinálsz? Isten! Dude! Komoly! Jó, meg se szólok. Igaz, meg meg lehet. Az a nő, hogy teszem le. Különösebben nem bánom, hogy lecsúsztam most. Ennek a srácnak örülök, hogy elrontottam egy kicsit a játéket. Egyébként nem tudott játszani, el is estem egyébként. De vártó volt, semmi gond ezzel egyébként, ez vártó volt. Megérte, úgy érzem, hogy megérte. Egy olyan munkaparasztnál, mint ez a srác volt. Megérte, nem bánom egy pillanatos a dolgot. Abszolút megtudom, megérte. Jajjaj, jó kezdődik, le fog még jobban csúszni. Zsolesz 3-4-5-6, szia! Pont ilyen levezető játékokat látsz már igazából, mint nem akartam én már nagyon takat légezni. Ezért köszönöm szépen a bekövetést. Biztos te voltál. Jajjaj, ezért fogom még jobban lecsúszni, sajnos a csapattársak eléggé képzettek még. Ó, a franc szenné meg ezt, miért mondtam meg mindig? Vigyel, ügyes gyerek vagy, azaz, ügyes vagy! Jó van, királyság, ügyes! Na jó. Én úgy vagyok, köszönöm szépen a kérésedet. Hát most már egy hulla fáradtani ezen a szinten. Srác, ez most mit csinál? Mennyire? Úgy, ügyes vagy.
A francba már. Vigyed! Ó, csodába. Jaj, a rangokat adjuk már! Adjuk a rangokat, felejtsd el! A rangok nem jelentenek semmit. Rástam a labdára, nem a labdára akartam elesni, mert eléje akartam esni. Na jó, menjünk vissza. Ups. Nem volt szándékos. Mennyi? Ügyes vagy. Na, a francba! Ez te nem éri el. Ez ahogy mindig ebből indulok ki, hogy azt hiszem, hogy nem éri el. Aztán mindig elérik. Már nem éri el. Jaj, de nekik ott! De nekik ott! De nekik ott! Ah, ticsi! Hosszú vettem át a labdát. Igen, az a baj, csak leveszed a labdát és nem küldöd el, tehát így... Bekavart! Bekavart! Annyira bekavart, egy egyszerű helyzetet basszuskus kihagyok, érted? Bekavart! Én nem azért nehéz gólt lőni, mert nehéz gólt lőni, azért, mert bekavarnak! Tessék, most is elkészülök a labdára, mondom, akkor izéval átveszem a levegőbe. Nem! Mehetni? Nem mondjuk, egy persze, hogy gondolod. Ó, basszus, nem, már ne adja, ha izének leveszi ott a kapu előtt, azt hagyja, hogy a sárga meg belője. Nézd meg, így, mondom, jó, akkor elviszem. Ja, jó, van, nem ő volt, bocsánat, akkor én benéztem. Gyerünk, Ali, gyerünk. Jó, van, szép volt. Gyerünk, Ali! Az az ügyes vagy, Ali! Nagyon ügyes gyerek vagy te, Ali! Áh, kics! Időzítés! Tudtam, hogy rá fogja vinni. Szép volt, Ali! Nagyon szépen csináltad, Ali! Gyönyörű szép volt, Ali! Nagyon ügyes gyerek vagy, Ali! Szeretlek, Ali! Ne! Ne, olyat ne hírja a defending, az mindig rosszul kezdődik, az mindig arról szól, hogy izé van. Vagy elmentek boosteré, vagy benne álltok a kapuba, az baromra nem jó. Nincs! Köszöntöm hozzáért. Ah, francia. A picsbe már! Nem hiszem el! Hát a csapattársam elmegy a labda mellett, érted? Én mondom, akkor megyek rá, amikor éppen meglövi. Ne nyúlj bele, baszolt! Már megint belenyúl, érted? Megint belenyúl. Megint belenyúl, megint kapunk egy gólt. De akkor vigyed is! Kész. Nem jössz, én megyek. Aludni, elég volt ebből. Elkúrtam, egy ilyen egyszerű helyzetet kihagyok.
ilyen, az azt jelenti, hogy el kell menjek szépen csicsikázni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, elmentem aludni, jó éjszakát, szép álmokat, legjobbakat, sziasztok! Und blicken herauf aus dem seligen Wald.